Az előző bejátszás után két stúdió vendég is itt vár ránk a stúdióban. Ferenc Sándor karnagy, az 55 éves Dirini vegyeskar karnagya, illetve Csillik György, a vegyeskar elnöke. Nagyon örülök, hogy befáradtok hozzánk, köszöntöm Önket. Tisztelettel köszöntöm én is Önt is, a kedves nézőket. Nos, mi történt az elmúlt 5 esztendőben, hiszen a Jásztrió Televízió készített egy összeállítást 5 évvel ezelőtt, amikor 50 éves volt a Dirini vegyeskar, azt akkor láthattuk, hogy ne induljunk el a rögtön a kezdetektől, próbáljuk összefoglalni ezt az elmúlt 5 évet, gondolom ez is elég sok izgalmat, illetve élményt rejt. Röviden, de meg kell említeni, hogy nagyon örültünk annak, hogy az utóbbi 5 évben bizonyos szólamoknál bővülések történtek. Szó szerint sikerült olyan embereket hozzánk csalni, akik azelőtt igaz, hogy nem énekeltek, de a munkahelyünkön vagy azzal kapcsolatosan van ilyen tevékenységük, és sikerült hozzánk csábítani. Mondhatok egy példát, a Orbán Árpád a basszusból, Mornár György a tenorból, de hogyha árokszállási hölgyekre gondolunk, akik láttuk a köszöntőbe is, a műsor során minket köszöntöttek, mint a Jászárosztalási Kamara kórus tagjai. Ők is nem olyan túl régen csatlakoztak hozzánk. Ez mindenképp nagyon pozitív. Egyébként nagyon fontos alapszemléletünk, hogy akkor marad a kórus, hogyha folyamatos utánpótlás van. Az átlag életkorunk az sajnos most halad fölfelé mostanában, nehéz ma a fiatalokat erre rávenni, de ettől függetlenül ez akkor is nagy eredmény. A basszusban még igyekszünk mindenképp ezt tovább művelni, ezt a folyamatot, hiszen érezzük, látjuk, a karnagyunk látja, hogy hol van probléma, és hát próbáljuk a baráti kört, a ismerősöket úgy csalogatni, mert mint az ünnepi műsor végén is próbáltam felhívni a kedves közönség sorait, hogyha aki ezek után kedvet kapott, próbáljon hozzánk jönni, mert azt hiszem ez a hangulat adta át azt, amiért érdemes jönni hozzánk. Igen, karnagy úr, ha már szóba került az, hogy ide lehet csatlakozni a kórushoz, akkor van-e például felvételi? Én ugye, hát vajmi keveset ismerek a kórusok életéből, mégiscsak talán úgy látjuk így kívülről, hogy ez egy nagyon nívós és zárt rendszer, kell-e felvételizni Önökhöz? Felvételizni nem kell, de azért a kórus éneklésnek, ahhoz, hogy valaki hasznos tagja legyen, vannak feltételei. Legyen hangja, és szeresse csinálni, és szeressen járni, szeresse a közösséget, szeresse a zenét, és szeressen tanulni. Mert hogyha valaki csatlakozik hozzánk, azt a repertoárt, amit mi kialakítottunk 5-10-10 év alatt, őnek az bizony rendkívül gyorsan meg kell tanulni, mert igaz, hogy most elénekeltünk, hogy 10-valahány művet vasárnap. Néhány hét múlva egészen másféle műsorszámokkal fogunk színpadra lépni, és erre aki most csatlakozik, ő neki egészen biztos, hogy ez nem sikerül 2 hónap vagy másfél hónap alatt azzal felkészülni. Tehát ahhoz éveken keresztül kell szépen kitartóan, türelmesen, figyelmesen járni a próbára, hogy valaki csatlakozni tudjon. De ez nem jelenti azt, hogy az lehetetlen. Ha már a fellépést említette, hallottunk egy bődületesen magas számot, itt több száz fellépésről van szó, mindjárt majd pontosítunk, ez mennyivel nőtt meg az elmúlt 5 évben? De általában az a tapasztalat, hogy évente ilyen 12 és 15 közötti fellépésünk van, ez be kell szorozni az 50-es, ugye 55 éve, ez körülbelül ez annyi. Hát ilyen 600-ról beszélünk gyakorlatilag, ez hatalmas szám az 50. Igen. Egyébként lehet tartani ezt, mert ugye a kórusnál nagyon fontos az, hogy hát túl se vállalja magát, hiszen fontos a nívó, pláne egy hangverseny kórusnál. Igen. Fontos a nívó, tehát van olyan adott esetben, amire köszönettel nemet kell mondani? Hát sajnos van. Lehetne több fellépésünk is, de tudva azt, hogy ez egy amatőr társaság, akiket, ha mi elmegyünk mondjuk egy egész napra, a családjuk bizony nélkülöz. És ezek általában hétvégén vannak ezek a fellépések, és hát bizony egy anyukát, vagy akár egy apukát bizony a család nem szívesen nélkülöz több hétvégén is egymás után. Úgyhogy azt kell nagyon okosan megtervezni, hogy hány és milyen fajta fellépés, az nyilván a fontos, hát ami nekünk is fontos, azokat a fellépéseket egyértelműen vállaljuk, a város felkérésének soha nem mondunk nemet. Néha vannak olyan, szeretnének, nagyon szép a karácsonyi műsorunk, több jársági település is szeretné, hogyha ide-oda-amod elvinnénk, hát az egyik évben az egyik, vagy egy-két helyre, következő a másik két helyre, minden alkalommal nem tudjuk megoldani. Tehát azt nem tudjuk megtenni, hogy egész decemberben, szombat, vasárnap, reggeltől estig ide-oda menjünk.
egyértelmű a hallott okok miatt. Mindjárt folytatjuk a fontos fellépésekkel, de azt jutott eszembe egyébként, hogy ez a közösség, ez egy igazán példamutató közösség. Miben rejlik az eleje? Én, mikor ellátogattam a próbára, én csak azt láttam, hogy mosolygós, kedves emberek közös szenvedélyüknek hódolnak. Csak ennyi lenne az egész, vagy ez időközben valami más kohézióvá alakult? Mindenképp el kell mondani, hogy a zene egy közös pont, egyértelműen. Mindenki számára. A másik pedig az, hogy azért ez tényleg úgy alakult ki évek során, hogy automatikusan, hogy olyan baráti körök kapcsolódtak itt a zenébe ezeken a próbákon, akik akár a munkahelyükön, akár a szomszédság az utcába, így alakult ez ki. És eleve, hogy mondjam, kaptunk egy olyan hagyományt, ami automatikusan beleültetődött az új generációba, és ezért szoktam mondani, hogy még 55 évig élt ez a kórus, ugyanezt tovább kell vinni, azért küzdünk, hogy ez megtörténjen. Karla Gyula az előbb említette a kórus és a város kapcsolatát, hogy nincs városi felkérés, amit valaha is visszamondana a kórus, nyilván elvből, hiszen viseli eleve Dériné nevét. Milyen egyébként a kórus és a város kapcsolata, mennyire tudja támogatni településünk a Dériné vegyeskat? Azt tudom mondani, hogy kiváló. Akár a személyes kapcsolatra gondolok a polgármester úrral, Szatmári Antalné képviselőasszonnyal. Egyszerűen el tudom mondani, hogy mindegyikkel ki van egy személyes kapcsolat is építve. Akár azt is merem mondani, hogy egy szakmai kapcsolatunk is van személyemben, ugye a önkormányzatnál bizonyos biztonsági dolgokban együttműködöm velük. És hozzáteszem, hogy alapja az egésznek egy megjelenés, egy kapcsolatteremtés, és ez mind a két félről nagyon jó. Azt, és ráadásul ezt hozzá szeretném tenni, hogy nemrégiben ugye választások voltak, és elmondhatom, nem csak ezzel a most fennálló önkormányzattal, hanem ez gyakorlatilag visszafelé, amíg én tudom, az eszemet tudom, mindig mindenkivel jó volt a kapcsolat. Pont valószínűleg ezért a jó kapcsolatteremtő készségért, a szolgálatkészségért látják a mi összetartásunkat, aktivitásunkat, és arra bizony nemet nehéz mondani, amikor hála Istennek van egy-két kórus annak, akik ennyire aktívan dolgoznak a városért. Visszatérünk majd a kapcsolatteremtésre, de ugye az előbb ígértem, hogy beszélünk még a fontos fellépésekről. Ilyen fontos fellépés adott esetben a kórus életében a minősítés. Hát ugye ez a kórus hangverseny kórus minősítést kapott már korábban. Mikor volt a legutolsó minősítés, akkor milyen minősítést szereztek, és ez mit jelent pontosan? Elmondom, egy fellépő, akár egyedi művésznek, akár egy csoportnak minden fellépés a legfontosabb. Hogyha bárki úgy megy, ne haragudj, hogy másféle példát hozok, egy Bayern München nem léphet föl úgy a pályára, hogy hú, hát ez egy gyenge csapat vele, hogy hát majd tartalékos, majd úgy valamit csinálok. Abban a pillanatban kész, az imázsuk megszűnik. Tehát mi nem lépünk és nem is léphetünk föl úgy a színpadra, hogy azt mondjuk, hogy az egy kevésbé fontos, nincs kevésbé ez fontos. Csak nagyon fontos fellépés van. Most ebből persze természetesen vannak olyanok, amik kiemelkednek, például, amit ön is mondott, a minősítő hangverseny, mert hogy ott minősítő zsűri van, méghozzá országos hírű szakemberek, Liszt Díjas, Erkel Díjas zeneszerzők, és így tovább. Ő előttük, meg hát saját magunk és a szakma előtt nyilván szeretnénk jól bemutatkozni. 2011-ben volt, amikor minősült a kórus, és az elérhető, az amatőr kórusok számára elérhető legmagasabb minősítési fokozatunk van, hangversenykórus minősítésünk van. Ezen belül még van, hogy Ars Magna, meg Ars Major, és így tovább, amik csak apró kis, hogy mondjam, kis nüansznyi különbségek. Én nem érzem, hogy nem vagyunk a legkiválóbb kórus. Nyilván vannak hibáink, hiányosságaink, kísérletet teszünk arra, hogy nagyon jók legyünk. Ezzel a minősítéssel én maximálisan meg vagyok elégedve, és az, hogyha ez sikerül megtartanunk ezt a színvonalat. Elsősorban a színvonalon múlik, akkor én ennek maximálisan boldog vagyok tőle. Nagyon fontos, nagyon érdekes volt, úgy gondolom legalábbis a 2 évvel ezelőtti Verdi műsorunk, mert hogy az nem egy szokványos amatőr kórus produkció volt, hanem olyan műveket, amiket általában nem énekelnek a kórusok több okból, és ebből Verdi egy olyan fontos személyiség, nem elsősorban, mint kórus zeneszerző, mint énekkori művek zeneszerzője, és egy olyan népszerű, és a születésének az évfordulóját, hogy úgy gondoltam, hogy mindenképpen egy ilyen gáláns műsorral
meg kell ünnepelni, és örülök annak, hogy ez sikerült, és hál' Istennek a kórusban vannak olyan szólisták, mint például a kórus elnöke, Csillik György, illetve Banka Sándorné a szopránba, akik vállalják azt, hogy ilyen, hát opera áriákat énekeljenek, és úgy érzem, hogy a közösség számára is tetsző módon. Hát ezt mutatta a Taps természetesen, az az ováció, amit ott hallottunk egyébként a bejátszásban is, illetve a Dilini rendezvényházban, aki ott volt. Akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy valószínűleg ezt a sikert utaztatni időnként testvérkórusoknak, bemutatni, elvinni, hozzájárul nagy mértékben ahhoz, hogy akár a városi testvérkapcsolatok is épüljenek. Hát olyannyira, hogy arra igazán büszkék lehetünk, hogy most már felnőtt korba lépő kapcsolatunk van a Maros-Szentgyörgyi Solideo Gloria kórussal, és mivel ez egy olyan testvéri családi kapcsolat volt, ez odáig fejlődött, hogy most már testvérvárosi kapcsolattá alakult. Nagyon büszkék vagyunk rá, folyamatosan látogatjuk egymást, idén éppen voltunk nálunk áprilisban egy fesztiválon, de hozzáteszem, nem csak itt végződött külföldi kapcsolattal, hanem sorolhatnánk többet is Görögországban, Olaszországban, és hát a legújabbat, amire nagyon büszkék vagyunk, bizonyos szinten a város felkérésére is a Magdeburgi kórust 2013-ban fogadtuk, és hát nagy örömünkre most megjött a meghívó, és jövőre márciusban viszont látnak minket. Nyilván ez annak köszönhető, ahogy hozzáállunk, a minőségi fellépéseink, és hát ez mind a két kórusnak a dicsőségére válik, és a ő általuk képviselt városukra, hazájukra. Karnagy úr, gondolom nagyon kemény felkészülés előzte meg ezt a hangversenyt. Hogyan lehet ilyenkor a repertoárt bemutatni, vagy hogyan kell válogatni, hogy minden színét megmutassa a kórus? Hát a énekkori repertoár, amiből válogatni lehet, mondjuk a lapokat így egymás tetejére tennék, lenne vagy 18 kilométer. Most ebből mi egy ekkora kis szelet az, amit egész életünkben meg tudunk tanulni. Az egy borzasztóan nagyon, nagyon fontos, hogy mi az a 50, 80, 200, 600, nem tudom éppen mennyi mű, abból a tengersokból és nagyon sok jóból. Hát én csomó művet átnézek, áttanulmányozok, és amelyikre úgy állapítom meg, hogy ez tetszene is a kórusnak. Meg is tudjuk tanulni, tudjuk repertáron tartani olyan fajta művet, amit egyszer el tudunk énekelni, és aztán utána soha többet nem, és belefektettünk több hónap munkát, azt inkább félreteszem. És mivel, hogy úgy érzem, hogy körültekintően válogatom ki azt, hogy mit és mikor tanuljunk, az előbb kérdezte azt, hogy milyen a hangulat, hogy jó a hangulat. Igen, jó a hangulat, mert szeretik azokat énekelni, amiket énekelünk. Most nyilván, hogy a jubileumi hangversenyre az utóbbi 10-11 néhány év terméséből azokat válogattam ki, amiket nagyon jól tudunk, amiket nagyon szeretünk, és amit feltételezhetően a közönség is szeretni fog. És hát ebben legyen középkori, a trubadur költészetből levő, legyen a mai kornak, legyen egy kicsikét lazább, könnyedebb, legyen olyan, amin úgy el lehet gondolkodni, el lehet érzékenyülni, mert arra is szükségünk van. Az, hogy csak röhécselni, meg felhőtlenül szórakozni, az nem igazán, az az igazi, hogyha valakit úgy elgondolkodtatnak, esetleg egy kicsikét meg is könnyez valamit, és utána szépen ettől megszabadítani. Hogy a műsor sorrendiségének összeválogatása is olyan volt, hogy legyen benne ilyen is, meg olyan is. Volt benne olyan szerelmi lírából adódó zeneművek, ami hát mi ma azon egy kicsikét mosolygunk, meg hát olyan is volt, amit egy komoly érett férfi, mint Ady Endre, hogy amit ő ír. A lélekemelő hangverseny után még az egész rendezvény fényét emelte egy nagyon fontos esemény, a Jászsági Civil Vándordíj átadása, amit ebben az esztendőben a Jászok Egyesülete a megajánlások után az 55 éves Dilini vegyeskarnak adományozott. Ahogy már ott láttuk, mindenki meghatottsággal beszélt erről, illetve hát nagyon nagy megtiszteltetés, gondolom én, a kórus számára. Hát megtiszteltetés, büszkék vagyunk rá, ezt lehet mutogatni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy tényleg siker.
nem haraptunk érte, nem martunk érte senkit, tehát úgy gondolom, hogy ez tényleg az alapján ítélték meg, ami a tevékenységünk után megillett minket. Büszkék vagyunk rá, sőt, most itt megbeszéltük azt is, hogy nyilván ez egy vándordíj, amit egy év múlva tovább fognak adni, de a vezetőséggel most beszéltem meg, hogy egy olyan szép mozgó vitrint szeretnénk neki csinálni, hogyha például a rendezvényünk van, bálunk van, akkor mi oda ki tudjuk tenni az előtérbe, a aulába, még a próbaterembe is folytonként lesz a díszoklevéllel egy ilyen vitrinbe, és oda bárki, amikor megy oda akár egy másik kórus próbálni, vagy a folkvallóknak van valamilyen rendezvénye, igenis nézzék meg, és büszkék vagyunk rá, és nagy motiváció a jövőre nézve. Ha már jövőről beszélünk, akkor mindkét oldalról a fellépéseket, illetve a társadalmi életét tekintve is a kórusnak mi a jövője, illetve a műveket tekintve lesz-e újabb Verdi esthez hasonló, különálló, valamilyen szórakoztató est, amire elmehetünk hamarosan? Nem akarom elkiabálni, de lesz. Vagy legalábbis dolgozok rajta, hogy legyen. Azt tudhatjuk, hogy a klasszikusok közül ki a kiválasztott? Annyit árulok el, hogy augusztus 20-ával kapcsolatos. István királlyal kapcsolatos. No hát, ennyit már tudunk, és milyen célok, tervek előtt áll a kórus, amellett, hogy nyilván ugye hallottuk a végén, hogy természetesen, meg mi is beszéltünk róla, szívesen várják a soraikba a jelentkezőket. Először is mindenki tudni kell, hogy vannak olyan hagyomány, nyos rendezvényeink, amit nyilván folytatunk. Ezek a karácsonyi fellépések, a szerenádunk, és emellett természetesen az önkormányzat, illetve a város felkéréseit is teljesíteni kell, de ezen kívül is készülünk sok dologgal. Az minden esetre nagyon fontos, hogy azt, amit a Sanyi nekünk betanít, és nyilván ebbe ő tud rangsorolni, nehezebb, könnyebb, stb. Mi akkor tudunk fönnélni, hogyha ezt az egészet úgy csinálunk, hogy mindig újat tanulunk, mindig továbbfejlődünk. Ez azt hiszem máshol is mindenki tudja, hogy tanulás nélkül elapadnak a dolgok, és hát az nyilván nem kimondott, de elég közeli célnak gondoljuk azt, hogy mert a dátum még nincs meg, és ez nyilván a karnagyonunk Sándornak a megítélésén múlik, hogy ahhoz, hogy ezt az eredményt tudjuk hozni, a legközelebbi minősítés a cél, tehát is szeretnénk valami hasonló szép eredményt elérni, de ennek azért a konkrét dátuma nincs meg, de ezt nyilván a karnagyonunkra bízzuk. Isten éltesse az 55 éves Dériné vegyes kar, sok sikert kívánok önöknek, karnagy úr, elnök úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük a lehetőséget. Most pedig rövid híreinkkel, kulturális rövid híreinkkel folytatjuk a Berényi Hírmondót.